Tiszta a zöldben az Eto, lilában pedig a vendég Békés Csabai együttes. Mind a két csapat győzelemmel hangolt erre a mai találkozóra. Ugye, ahogy az már többször elhangzott, az Eto Dorogon nyert az elmúlt fordulóban méghozzá 1-0-ra, a Békés Csabai pedig a Nyíregyházát verte 4-3-ra egy rendkívül gólgazdag meccsen. Laca! Ott volt közben a fejes, a legnagyobb helyzet eddig a mérkőzésen. Azért az látszik, hogy ez az elmúlt két meccsen a siker ugye a Kecskemét elleni kupa mérkőzéssel kezdve azért nagyon-nagyon jót tett a lelkeknek, kellett ez az önbizalomnak. És nagyon bízunk benne, hogy azért most már a gólok is elkezdenek jönni. Fodor kerül a földre ott a 16-oson belül, gyanús körülmények között. 10. perc a mérkőzésen, szabadrúgás. És gól is. Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a semmiből szerzett gólt a vendégcsapat egy szabadrúgásból. Horváth Péter lőtte ki a bal alsó sarkot. Toma. Benzen Leitner Lacának lekészíti, ellövi Laca. Kérem szépen, hát azért Laca Alex ezen a mérkőzésen is próbál minden tőle telhetőt megtenni. Kovács Krisztiánnak megvan és van előtte terület. Kovács még teszi ki a szélre, Benzen Leitnernek lehetne centerezni, egyet Benzen Leitner még egyszer. Kovács! Laca, na nincs aki ellője egyelőre, valaki most már próbálja ráfordulni, ott az egyenlítő gól! Laca Alex! Hát kérem szépen, erről beszéltem, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a fiatal 18 éves játékos gólt szerezne, és meg is van neki! Beléptünk a 31. percbe, Vitális szöglete. Kis szöglet Kis Bencével. Vitális. Laca. Teszi középre, ott a fejes! Nem is volt az rossz. Kis Bence csavarodik befelé a labda. Ott a második gól! Benzen Leitner Barna tökéletesen helyezkedett, egyedül maradt. És amiről beszéltem néhány perccel ezelőtt, miért ne lehetne vezetni már itt az második fél időben? Hát Benzen Leitner Barna megoldja. Toma fejjel, Lacának megvan, át tudja venni. Laca, mekkora labda az Priskinnek? Priskin mehet a kapu felé, Priskin elgurítja, ott a harmadik! 40. percben Priskin Tamásnak is megvan a gólja. 3-1. Kicsiben próbáljuk most megoldani. A szép! Priskin előtt a labda, ellövi! Bukrán jól helyezkedett. Hamed közben a 16-oson belül, ellövi. Fagyas meg. Jól zárja a szöget. Bora. Bora egy távol lövéssel próbálkozik, nyújtózkodott egy nagyot Fagyas, de nagy veszély nem lett belőle, és bele fog nyúlni a meccsbe Brázs István is. Három játékos hívott oda magához, kapufa, most szerencsénk van, nagyon ki kellene onnan vágni. Hamed sarkazott a kapufára, Babati meg egy akrobatikus mozdulattal vágja ki. Úgy, de szerencsénk van most, Lukács ott nagyon egyedül maradt. Szerencsére viszont jól helyezkedett Fagyas. Papivelné középre, Babati, még így meg lehet neki, Babati ráfordul a kapura, ott a gól! Gyönyörű szép találat Babati Benjamin! Csereként beállva megszerzi az Eto negyedik gólját Baba. Nem kapkodja el Fagyas természetesen a kirúgást. Nincs is már rá idő, itt a vége a mérkőzésnek, az Eto teljesen megérdemelten 4-1-re megveri a Békés Csabát.